Szép jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Tulajdonképpen egy kötetnyi jegyzet kéne ahhoz, hogy elmondjam, hogy a vendégemnek mi mindent köszönhet a fehérvári labdarúgás, de hát majd elmondjuk mi itt közösen. Szabó József. Szervusz, Józsi. Szervusz. Minden idők székes legeredményesebb székesfehérvári labdarúgójaként köszöntelek. Viszont ahhoz, hogy mi minden történt, és most nem feltétlenül az UEFA Kupa sorozatban, bár most a 30. évfordulót ünnepeljük, azért tudnunk kell, hogy honnét indultál. Egy dorogi srác, aki már akkor is kitűnt a tehetségével a 70-es évek elején. Kezdjük talán azzal. Dorog egy csoda csapattal rendelkezett abban az időben, és igaz, hogy nem NB1-ben játszott az együttes, de azért méltó utódai voltak az egykori nagy csapatnak. Így igaz. Hát én Dorogon születtem, és ott kezdtem el focizni nagyon pici korom óta, és a 10 éves koromban igazoltak le a dorogi bányászhoz. Hát ugye az elődök voltam akkor a magyar első osztályban, Buzánszky Jenő bácsiék idejében még a vidék legjobbja címet is szerezték. Hát annak idején, amikor én elkezdtem futballozni, akkor is gyerekkoromban még nekik szedtem a labdát, és így szép lassan végigjártam Dorogon a szamár létrát, tehát a serdülőtől kezdve a ifig, a felnőtt csapatig bezárólag, és hát 74 őszén mutatkoztam be a felnőtt csapatban, hát akkor más osztályban szerepelt a Dorog, és másfél évet játszottunk másodosztályban, és feljutottuk az NB1-be. Tehát én Dorogon is játszottam NB1-be 76-77-es évben. És ráadásul gólerős voltál, hiszen több mint 10 gólt lőttél. Igen, hát a csapatunk sajnos vékony volt az első osztályra, mert egy évet szerepeltük, tehát feljutottunk, de nyomban egy év után ki is estünk. Tény is valahogy nekem nem ment rosszul, mert de 25 gólból, amit a csapat rúgott, abból 10-et én rúgtam. Úgyhogy nem is volt csoda szerintem, hogy egyrészt már utánpótlás válogatott voltál, hogy megkörnyékezett jószerivel mindenki. Ráadásul Dorog közel van Pesthez, közel van Tatabányához, és hála Istennek teszem én hozzá, hogy közel volt Székesfehérvárhoz is. A megkörnyékezés az igaz, ugye? Nem volt egyszerű döntés. Akkor, hát szerintelenségnél mondhatom, hogy a 16 NB1-es csapatból 12 megkeresett, hogy szeretne leigazolni. Volt, amelyik komolyabb szándékkal, volt, amelyik nem annyira komoly szándékkal. Tény és való, hogy nem volt egyszerű döntenem. Én már Tatabányára el is ígérkeztem. Ugye dorogi szénbányák, tatabányi szénbányák, tehát testvér kapcsolat volt a két klub között, és hát 85%-ban én tatabányai játékosnak is érezhettem magam, amikor végül is volt egy utánpótlás torna, ahol a Májer Csongrádi Végtibivel egy csapatba játszottam, és hát hogy sokat beszélgettünk az itteni lehetőségekről, és ennek a hatására is azért megváltott a véleményem, és a Tatabánya helyett a videóton ajánlatát fogadtam el, de azt tudni kell, hogy óriási nagy cirkusz volt, mert a Ferencváros is le akart igazolni, és hát abban az időben ugye majdnem minden fiatal játékosnak a vágya a Ferencváros volt, hogy szerepeljen a Ferencvárosba, de én Pestet nem nagyon szerettem, tehát én nem éreztem magam, hogy én Pesten tudnék érvényesülni, és nem vágytam fel Pestre. Itt a Tatabány és a Videoton között volt a nagy kérdőjel, hogy melyiket választom, és végül is Fehérvárt választottam. Helyesen döntöttél. Én ott voltam, amikor először megérkeztél 77-ben, azt hiszem 77 nyarán. 5-én, igen. Nyarán a mennyasszonyoddal jöttél Sóstóra, és igen. Akkor mindenki azt mondta, hát a Csongiék ugye barátaink voltak, hogy megjött az újabb 56-os, hiszen a 356-os Májer Csongrádi Végtibi, ez jött a negyedik, akik aztán a következő 11 esztendőben meghatározó szerepet játszottak. Az utánpótlás válogatott, tehát az fontos volt. Egy nemzedék nőtt fel. És a következő időszakban már a stabil csapattag lettél. Ugye a Volek Tibiék kikoptak,
A Tíber Laci maradt meg a csatársorból egyedül, és bár te középpályásként kezdted, ugye? Így igaz. Adta magát, hogy... Hát Dorogon is középpályásként játszottam, és amikor ide kerültem Fehérvárra, akkor szintén felkészülési mérkőzések voltak, ugye volt Balatonkupa, Intertoto mérkőzések, és hát a Lantos Misi bácsival egy időbe kerültünk ide 77 nyarán. Hát az első néhány meccsen középpályásként játszottam, valamelyik, nem is tudom melyik meccsen, lehet, hogy pont a Tatabánya ellen játszottunk egy Balatonkupa mérkőzést, és csatárként center pozícióba nevezett a Misi bácsi, hát akkor egy Maier Szabó Tíber csatársor állt össze, és hát rúgtam a gólokat, és ott ragadtam. Tegyük hozzá azért, hogy egy bombaerős középpályás sor volt akkor, a Sunyi Karsai, Nagy Kettő, Macska, Búcsa, Csongi, Búcsa, Ceceli Karcsi is játszott középpályás ballábasként. Aztán center lettél, és folyamatosan gólerős voltál. Jószerivel minden bajnokságon több gólt lőttél, mint 10, gólkirály lettél. Most, ha a gólkirályságnál tartunk, az a ritka kivétel vagy, aki, és kicsit előre szaladok az időben, aki szégyen szemre teszem én hozzá, nem volt válogatott. A leggólerősebb magyar csatár 10 évig, mondhatjuk ezt, mert így volt. Így igaz. Hát bőkeret, igen, pályára viszont nem léptél. Ezt hogy érted? Ez egy szívfájdalom a mai napig is, mert én úgy érzem, hogy néhányszor kellett volna, hogy legyek válogatott, megérdemeltem volna. Azt hiszem, hogy kevés olyan bajnokság van Európában, vagy talán a világon is, hogy az adott gólkirály ne legyen válogatott. Én ide kerültem 77-ben, hál' Istennek, hogy már az első szériám, első évben 17 gólt rúgtam, tehát sikeresen tudtam bemutatkozni a csapatban. És hát mindig 10-15 gólokat éves szinten azért sikerült pötyögtetni. Az emlékezetes 83-84-es bajnokságban, amikor 19 gól a gólkirály lettem, akkor kezdődött az UEFA menetelés és a csapatnak. Ott is rúgdostam a gólokat, hogy abban az időpontban nem tudtam oda kerülni, azért az egy kicsit furcsa volt. Mindemellett azt mondom, hogy nagyon jó sok center volt akkor Magyarországon, tehát nem azt mondom, hogy 40-szer, de hogy egy 2-3-szor világos lehetőséget kellett volna, hogy kapjak. Ugye Kovács Ferenc éra. Azt hiszem, ez hozta meg azt az áttörést, amire régen vágytak a labdarúgó szurkolók, hiszen az ezüstérmes csapat, ami voltak éppen számunkra aranynak minősül, de aztán Kutas úrnak és Münc úrnak köszönhetően nem aranyozódott be, de nekünk az ezüst is szépen csillag, ezt valóságosan mondom, összejött az a csapat, aki egy remek korosztály volt, hiszen ti az 56-osok, kiegészülve egy-két idősebb játékossal, és akik mögöttetek jöttek, a Diszpeti, Diszlaci, Horváth Gabiék, tehát ez a korosztály is, ereje teljében volt, egy nagyszerű közösséget alkottatok, és elindult a menetelés. De vajon lehetett-e gondolni a nyögvenyelős dukla meccs után, hogy ilyen messze jut a csapat? Hát egyértelműen nem ki lehet jelenteni, hogy nem gondoltunk mi erre. Örültünk, hogy ugye 83-ban majdnem kiesett a csapat, gólkülönbsége maradt benne. 80, akkor jött a Feri bácsi, 83-84 következő évben mindjárt dobogon végeztünk, és ezáltal tudtunk indulni az UEFA kupában. Hát, nagy merész álmaink nem lehettek, hát mindig a soros ellenfelet akartuk legyőzni. Tény és való, hogy már akár a dukla ellen is lehetett volna vége a sorozatnak, de úgy érzem azért valamilyen szinten megérdemelten jutottunk tovább, és mindig jött az adott ellenfél, tehát nem volt az, hogy most meddig jutunk el. A végén már, akkor 4 között voltunk, a Zseljenzicsár ellen már azt mondom, hogy akkor már be akartunk jönni a döntőbe, akkor már fájt volna, hogyha kiesünk, pedig milyen közel álltunk hozzá. Ugye gólkirály lettél a sorozatban, igen. Köszönhetően annak, ez páratlan teljesítmény, magyar futballista nemzetközi, tehát rangos kupában egy mérkőzésen 4 gólt nem szerzett. Utána néztem egyébként valamikor 1938-ban a KK-ban, a közép-európai kupában, Schlosser Imre lőtt 5-öt, de ez mellékszál.
Ez a Partizán meccs azt hiszem, hogy felejthetetlen. Aki valaha is látott labdarúgó mérkőzést, egy kicsit konyít hozzá, és szurkoló szívből, lélekből, az soha nem felejti el. Én sem. Tényes valahogy. Én nagyon sokszor elmondtam, hogy azt a mérkőzést példának lehetne állítani, hogy egy nagyon-nagyon erős Partizánt vertünk meg. Tehát az, hogy abban a mérkőzésben minden volt. Futómennyiségtől kezdve párharcok megnyerése, a csapatmunka, tehát mindenki egyért címszó alatt. Azt mondom, hogy azon a mérkőzésen egy iskola példa volt az, hogy hogy kell küzdeni, hogy kell játszani, hogy kell letámadni, és egy nagyon-nagyon jó Partizánt vertünk meg. Tehát a számszerű eredmény az nem mutatta azt, hogy egy kiegyenlített mérkőzést játszottunk. Igen, ott volt a szemtelen gólja, a Matyinak a csoda gól, és ráadásul csodajátékkal, Paris Saint-Germain a másik, a két gólod, és itt most már kicsit beszéljünk Lajosról is, mert hogy ugye te magad mondtad, hogy a góljaid egy bizonyos részét, de elég nagy százalékát a Lajos beadásaiból érted el. Ez köszönhetően annak, hogy egyrészt katonakorotok óta ismertétek egymást, a munkásszállós időszakokból is. Tehát ez az 56-os korosztály összetartott, ti voltatok a három testtől. Így igaz. Hát, amint említettem, hogy 77 nyarán kerültem én ide, és ugye akkor a Matyival, a Csongival, a Végtibivel válogatottban voltunk, utánpótlás válogatottban. A Matyival, Csongival együtt voltunk katonák egy körletben. Amikor elmentünk valahova edzőtáborba, tehát a klub szinten, akkor vagy a Csongival, vagy a Matyival voltam egy szobatársak, tehát én azt mondom, hogy mint testvéri kapcsolatunk volt a pályán kívül is, és hát a pályán meg tényes valahogy a törpével valahogy annyira jól sikerült kiegészíteni egymást, hogy csak egymásra néztük és tudtuk a másik gondolatát, és nagyon nagy százalékban a góljaimnak ő beadásának köszönhetem. Nem mondok neveket, de ebből a csapatból legalább 8 válogatott szintű játékos szerepelt, akik egyébként szóhoz jutottak a többségük a válogatottban, és tehát hasonló kvalitású játékosok alkották a csapatot egy nagyszerű edzővel, akkorán sem mindegy. Mennyit köszönhet, arányosítsunk egy kicsit a Feri bácsinak ez az együttes? Tény és való, hát most jó edző nélkül nincsen csapat, viszont a Feri bácsinak is óriási szerencséje volt, hogy azért volt egy jó csapata. Tehát ő is sokat köszönhet nekünk, mi is, én azt mondom, 50-50 százalékban kiegészítettük egymást. Ő is megérezte, hogy mit kell, tehát edzés munkába, mentális felkészítésbe mit kell hozzátenni, de egy nagyon jó anyag volt a kezében. Tehát aki sikerre éhes volt, ugye, mert előtte való évben majdnem kiestünk, és tényleg, hogy a Feri bácsi rendbe rakta azt a garnitúrát, akartuk, vágytuk a sikert, ő meg hozzásegített bennünket, tehát én azt mondom, hogy egy nagyon tökéletesen összegyúrt valami volt az, ami kijött belőle. Én azt figyeltem meg, hogy a sikerek csúcsán se változtatok. Tehát nem voltak lődörgök. Úgy a vagány csapat maradt, legalábbis a nagy többség, ezt mondhatjuk, de nem változtatok. Mint mondtam, mi a pályán kívül is ugyanazok maradtunk. Összejártunk, tehát családi rendezvényeket csináltunk. Most ugyanúgy volt, hogy elmentünk bulizni, de meccsek után a gyerekekkel együtt elmentünk egy bizonyos vendéglátóegységbe, meccs után megvacsoráztunk 10-12 a csapatból, meg 10 kisgyerek, feleségek ott voltak, tehát meccs után is összejártunk, most azt mondom, hogy egy-két embernek volt esetleg, vagy van nyaralója Agádon, összejártunk ott is egy bográcshoz, vagy grilleztünk, tehát mondom, pályán kívül is egy nagyon jó kapcsolat volt, ami megmaradt a mai napig is még. Mikor indult el a hanyatlás, hiszen volt azért? Volt olyan pillanat, gondolok én, az éra, amikor tehát már 85 után közvetlenül voltak hullámvölgyeitek? Volt egy olyan dolog, ami picit fájó még most is, hogy 87-ben, most visszakanyarodnék, ugye 85 decemberében nekem volt lehetőségem kimenni Görögországból. Ugye 85 a között, a UEFA döntő után a győző tudott, a Bulcsa tudott kimenni Franciaországba, akkor mehettünk volna nagyon sokan.
Hát jó szerint nagyon jó, mindenkit nagyon jó szerződésekkel, mert voltak konkrét ajánlatok, szegény Matyi is, a Petiék fiatalok voltak akkor még, de ugye mi voltunk abban a korban, az 56-os korosztály, akiknek már azért kifelé ment a pályafutás, hogy egy óriási szansz lett volna kicsit anyagilag, hogyha ha akkor kiengednek bennünket, és mondom, volt megkeresés, konkrét szerződés ajánlatok is volt, akkor nem engedett ki a vezérkar bennünket, mondván azt, hogy még nem volt bajnok a videóton, még igazolunk egy-két embert, Kerekes Gyuri, Kuruc Ádám, meg egy-két embert ide igazolunk, és akkor bajnokságot fogunk nyerni. És hát ez 85 őszén már picit rosszul sült el. Tehát megbontotta azt a csapategységet, és nekem még szerencsé volt, decemberben kiszerződtem, igaz, hogy sérülten Görögországban. Az Iraklis volt. Iraklis Szalonikibe, igen, és hát egy évet voltam ott, de nem tartott a csúcsi időszakomban, mert mondom, állandóan sérült voltam, siettettek, még nem voltam felépülve rendesen, megint játszottam, megint rásérültem, tehát nem egy sikeres időszakom volt. Visszajöttem ide Fehérvárra, akkor volt az, hogy egy fél évet még játszottam, és nyáron azt mondták, hogy ennek a korosztálynak vége, új csapatot építünk. Szégyen szemre teszem hozzá. Tehát egy évre rá tulajdonképpen a UEFA döntő csapat szétbomlott. Hiszen ugyanez történt a Maier Lajossal, Csongrádi. Csongrádi Szabónak azt mondták, hogy segítünk beilleszkedni a polgári életbe, kaptok gyárba valamilyen munkát, tehát a focit nem, de esetleg valamilyen civil munkát. Akkor elmentem a két diszli, Csuhai. Pestre, Csuhai, Honvédba, igen. Tehát azért mondom, hogy az a ez csapat... Ez fáj neked, Józsi? Fáj. Fáj, megmondom őszintén, mert nem ezt érdemeltük akkor, meg én úgy éreztem, hogy akik jöttek helyettünk, nem voltak jobbak. Ez kinek a döntése volt egyébként? Hiszen én azt nagyon is jól tudom, Kaszás Gábor szeretett benned, téged például. Akkor nem a Kaszás volt. Akkor még nem tudom. Tehát a Kaszás érában már kialakult egy újabb jó csapat, a 89-es. Igen. Az de ez most 87 nyaráról beszélünk, amikor még én úgy érzem, hogy még egy-két évet tudtunk volna, hogy akkor a Csongi Maier elment Győrbe. Én is duzzogtam, én hazamentem Dorogra, hogy akkor ott fejezem be, még egy-két évet játszom, ott segítem a csapatot feljutni, akkor MB3-asot a Dorog föl is jutottunk, MB2-be, de ott már MB2-t nem vállaltam, hanem akkor visszatértem Fehérvárra utánpótlásba dolgozni edzőként, és Ausztriába kijártam én 8 évet ilyen hétvégi mérkőzésekre. Ugye számtalanszor szóba került, hogy ki készíti el a pályafutása befejezése utáni életét, ki hogyan készíti elő. Ti gondoltatok erre? Hiszen sztárok voltatok, és nem csak székesfehérvári, hanem magyar viszonylatban is. Hát nem igazán. Tehát mi is szerintem meg voltunk győződve, hogy akkor még más rendszer volt az országban is, hogy a sportban játszunk, utána sportvezetők leszünk valamilyen szinten, és hát nyugdíjas korig a sporton belül fogunk tevékenykedni, tehát ez volt az alap, tehát nem is képeztük annyira magunkat, tehát mi természetesek vettük, hogy az előttünk abbahagyott játékosok is valamilyen szinten megbecsültek lettek azért, tehát nem gondoltuk azt, hogy lesznek még veszőfutások az életben, tehát anyagilag, most ezt el kell, hogy mondjam, az a pályafutásunk közel nem alapozta meg úgy a további életet, hogy valamihez kezdjünk, tehát... Márpedig én azt gondolom, és azt hiszem, hogy sokan vagyunk így, és nem elfogultságból mondom, hogy azokkal az eredményekkel egy teljesen biztos anyagi háttér mellett kellene foglalkoznatok, vagy a futballal, vagy teljesen mással. Ugyanakkor neked megadatott az edzőség, hiszen voltál az első csapat mellett pályaedző, ültél kispadon NB1-es mérkőzésen megbízott edzőként, aztán hát idestova 60 esztendősök lesztek, és mégsem futott be azt karriert egyetlen egy játékos sem abból a csapatból, mármint hosszantartó karriert. Így igaz. Hiszen belegondolunk, a Diszlaci is volt NB1-es edző, te magad is, Csongi is volt, Győző is volt már, mint a Burcsa, és mégsem. Végtévi is volt valamilyen szinten sokkal, igen. Igen, tehát
nem tudom, hogy ennek mi az oka, de tény és való, hogy saját környezetünkben sem tudtunk proféták lenni, mert ugye én a Csongrádi Ferivel voltam kétszer, és a Feri volt háromszor is, de azt a támogatottságot, azt a bizalmat hosszabb távon soha nem kaptuk meg. Tehát mindig fél év, vagy maximum háromnegyed év, vagy még annyi sem jutott. Elment három sikertelen meccs, már akkor már váltás történt. Tehát én úgy érzem, hogy több bizalmat kellett volna adni például Ferinek is, meg nekem is, anno annak idején. Ugye a csapat, mint olyan, Székesfehérvárért emlékérmet kapott az UEFA menetelés után az egyik évfordulón, már nem emlékszem, hogy hanyadik évfordulón, talán a 20-on. Vagy a 15-ön, vagy a 15-en. Ugyanakkor most olvastam a kommenteket augusztus 20-a kapcsán, hogy a Lali posztumusz díszpolgár lett, hogy ezt megérdemelni az egész csapat, így gondolom én is. Hiányzik az az elismerés most 2015-ben, amit méltatlanul elkerült benneteket? Hát én úgy érzem, hogy megérdemeltük volna egy nagyobb elismerést annak idején, meg a szegény Lali nyugodjon békében. Azért sokkal jobb érzés az embernek, amikor még él, hogy akkor ismerjék el valamilyen szinten a tevékenységét, mint a Lajosnál. Most mivel foglalkozol? Futballal, azt tudom. Hát egy valami, ami pozitívum ebben az egészben, azért, hogy én sporton mellett tudtam maradni, tehát én azt csináltam gyerekkorom óta a mai napig, amit szeretek, meg amihez én úgy érzem, hogy valamilyen szinten értek. Tehát a sporton belül, hát ilyen voltak hullámvölgyek az ember életében. Voltam csúcson is, amikor felnőtt csapatnál voltam edző, voltam óvodásoknál, ifinél, serdülőknél, tehát minden korosztályt végigjártam, minden létrát az edzői szakmában is. Jelen pillanatban is a Videoton alkalmazásában állok, és most egy új szerepkörben a női labdarúgást próbáljuk itt Fehérváron meg erősíteni. Egy bizonyos megkötöttségek vannak az NB1-es klubok részére, hogy indítani kell U15-ös, 17-es és felnőtt korosztályt már a nemzeti bajnokságban. Ennek a három csapatot koordinálom, és hát a U17-es női csapatnak vagyok az edzője. Jó egyébként leányoknál lenni. Abban esetben, ha Szabó József és Horváth Gábor is taníthat, tőlük leshetik el a futballtudományt. Nos, azt tudjuk egyébként, a lányait felnőttek, unokázásból jöttél ide hozzánk, tehát a családi életet egységes, kerek és boldog, ha úgy tetszik. Mit kívánjak a labdarúgó szurkolók nevében a 60. születésnapodra, ami jövőre lesz, nem titok? Hú, belegondol, hogy már 60 éves az ember, ez gyorsan elment. Hát egészséget, én most nagyon boldog vagyok, mert van egy fél éves kis unokám, és hát azért amennyi időt csak tudok vele töltök, és most, hogy a női labdarúgás így egyre népszerűbb és kötelező, hát bízom benne, hogy megélem még azt, hogy az unokámat látom játszani, legalább U15 vagy 17-es korosztályban, és az még habatorta lenne, ha én lennék az edzője. Örülök, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégünk Szabó József volt, mindenük legeredményesebb piros-kék góllövője Székesfehérváron. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!